Kedves nézőink, Zilai Jánost köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon fontos, szerintem nagyon fontos könyv kapcsán fogunk beszélgetni. Pecabot és Fakanál és Dugóhúzó, balatoni halak. Igen. Receptek, horgászat. Nem tudom, látta-e, évekkel ezelőtt került fel a világhálóra, hogy kérdezgettek embereket balatoni halakról, és volt egy fiatal lány, aki azt mondta, hogy ő a Balaton mellett él, és mondták neki, hogy mondjon balatoni halakat, és úgy kezdte, hogy hek. Hát amikor megláttam, akkor hát én, bocsánat, sírva vinyogtam a röhögéstől. Annyi hal van a Balatonban, és annyit annyiféle érdekességet lehet belőle csinálni, de belül azért segít. Segít ez a könyv, ugyebár. Ez volt a törekvés a könyv megírásában. Mondja meg nekem, hogy mennyire eszünk mi halat, balatoni halat? Hát eleve a magyar halfogyasztási szokások hát meglehetősen szerények. Tehát ugye, de miért, amikor mindig is ettünk halat? Valóban a magyar konyha történetében a régi időkben több volt a hal. Egyébként Magyarország vize is sokkal-sokkal gazdagabbak voltak, eleve tele volt Magyarország vízzel. Hát egy régi vízrajzi térkép szerint az év jelentős részében az ország harmadát fette víz, és azok a mesterségek, mint a csíkászat, pákászat, halászat, ezek nagyon elterjedtek voltak. A szegény emberek onnan is szereztek táplálékot a vízből, ami kéznél volt. De nem csak a szegények, hanem a főúri konyhák is nagyon változatosan sokféle halat készítettek. Valahogy a dolgok leegyszerűsödtek valahol a 19.-20. század táján, és a halak mintha eltűntek volna a magyar konyhából. Persze megmaradtak szokások, hát eleve karácsonykor az szokás halat enni, bőti időben szokás halat enni. Tehát az egy alkalom, mondjuk karácsony, amikor is a szegény ponty napokig senyved a kárban, mire aztán fejbe csapják és elkészítik. Ez nem mondható igazán halevési kultúrának. Tehát nehéz megmondani az okát. Én magam szeretném, hogyha javulna a helyzet, és kihasználnánk azt a sokszínűséget, amit a halak jelentenek a konyhában. Ez persze az is kell, hogy legyenek emberek, akik élvezik a horgászatot. Értem. Ámulva nézem őket. Én is ámulva nézem őket. Érteni nem értem, illetve értem, hogy ez miért fontos, én nem űzném, de nagyon szeretem nézni, amikor kapás van. Még egyszer, évekkel ezelőtt Balaton mellett horgászás zajlott, és a horgászok nagy szemekkel néztek, az egyik horogra került combó. Igen. Azt mondták, hogy ilyet ott, azon a környéken, ez a Balaton déli partján volt, a másik fele felé, tehát nem a Budapest felé és oda, ott ilyet évek óta nem láttak combót. Akkor nagy szerencsém van, mert én jó párszor fogtam már combót a Szemesi kikötőben is, egyszer ott horgáztam, de a Szemesi partról is, ahol mi nyaralunk, nem ritkán. Hát nem mondom, hogy mindennapos, de évente egyszer, kétszer azért horogra tud akadni a combó. Ez egy nagyon érdekes, zöldes, fekete hátú, nagyon apró, kemény pikkelyű hal, meglehetősen szálkás. Az íze szerintem jó, és hogyha már a horgászást említette, ugye a horgászás nagyon átalakult az utóbbi időben. Nagyon fejlődött a horgásztechnika, különböző eszközök, elektronika, radarok, speciális csalik, motorcsónakok, a horgot beviszik kis távirányítós hajókon, és a mélyben horgásznak, tehát főleg a versenyhorgászat hihetetlenül fejletté vált. Számomra ez a high-tech horgászás nem igazán vonzó. Én jobban szeretem a szerencsét, amelyben bízom, hogy hát ha fogok enélkül is halat. Tehát számomra a horgászás egy valóban nagyon jó érzés, de egy ilyen ősi tevékenységnek az átélése, amikor a férfi elment és szerzett élelmet a családjának, és ez egy kicsit átvezet abban, hogy miért szól a halak evéséről is ez a könyv, mert a
horgászat valóban lehet egy nagyszerű sportélmény, és tisztelen becsülöm azokat a horgászokat, akik aztán a halat szabadon engedik, és csak az élményt keresik ebben, de én egy kicsit maradibb vagyok, vagy egy kicsit ilyen atavisztikusabb dolgok vannak bennem, tehát én azért horgászok, hogy aztán a családomat... Ezt én megértettem, és ez viszont segítség kell, mert ugye nem mindegy, hogy ha már kifogtuk a halat, akkor hogyan dolgozzuk föl, hogyan készítsük el. Ebbe is adnak segítséget. Számtalan recept van benne, ami nekem már most előre mondom, nagyon megnyerte a tetszésemet, mert egy aránylag nagy... Tehát én a magyarok kisebbségébe tartozom, sűrűbben eszem halat. De ami még fontosabb, hogy oké, hogy megesszük a halat, de ott van mellette, hogy a címében is ott szerepel a dugóhúzó. Hát igen. A kultúrált borfogyasztás és a halfogyasztás, az kéz a kézben jár. Teljes mértékben. Természetesen a bor az minden ételnek méltó kísérője lehet, és ha Balaton gazdagságáról beszélünk a halak területén, akkor ugyanezt a gazdagságot meg kell említenünk a borok területén is, hiszen a Balaton, mint borrégió, amiben Somló és Zala megye is beletartozik, hihetetlen gazdag borválasztékot nyújt nekünk, a legüdébb, legfinomabb, leggyengédebb fehérboroktól a csodálatos rozékon át, a különböző vörösborokig, melyek között ott vannak a jó italú, könnyed, mindennapos vörösborok is, meg a nagyon gazdag íze hatású, nagyon mély, nagyon tartalmas vörösborok. Tehát mindent megad ez a táj, de még a pezsgőt is, a Balatonparton nagyon sok portemelő foglalkozik pezsgőkészítéssel. Ha csak Garamvári Vencelt említem, aki a Garamvári pincészet részéről csodálatos pezsgőket készít, de ott van a Légli Otto, Vujdosó Ferenc, Virágos, Borbély Tamás és mások is, akik fogyasszunk kultúrát körülmények között borokat, de térjünk vissza a halakra, önnek nyilvánvalóan ekkor lehet, hogy van kedvenc hala és kedvenc halétele. Ha azt mondja, hogy halászni, akkor kiszálladok a világból. Hát a halászlét nem lehet elfelejteni, hogyha... Jó, de hogy igen. Nyilvánul, akkor valami különlegesség. Többször felhozom a könyvben az édesanyámat, aki egyszerűen rajongott a halászléért, és 3-4 tányérral meg tud tenni ebből a finom ételből, de utána leszögezte, aztán nem egy mohó asszony. Jó szöveg. És nem is volt az, csak nagyon szerette a halászlét. Tehát a halászlé egy csodálatos étel, nehéz is megkerülni, a könyvben is szerepel. De vannak természetesen más hallevesek is. Egyébként pont édesanyámat hallmítem, amikor felajánlottam neki, hogy főzök más hallevest, becsinált hallevest, vagy teljes hallevest, mint a skótok például, vagy valami jó kis paradicsomos hallevest. Nem János, inkább főzze nekem halászlét. Tehát ő meg leragadt a halászlénál. De hogy a kedvenc halat, vagy kedvenc ételt nehéz mondani, és hát igazából az egyik legérdekesebb recept talán a könyvben szintén egy leves, amely nem a halászlé, de sok barátom jobban szereti, mint a halászlét, és kérnek, hogy ezt főzzek. Ha lehetséges, ez egy szálkaleves, ami a halaknak a maradékából, az aprólékából készül. Egy nagyon tömény alaplevet főzünk, és ezt az alaplevet egy paradicsomos, fokhagymás, sűrű mártásra öntjük rá. És az egész. Csak gondosan leszűrjük. Abszolút lesz, természetesen az alaplé, nem is említettem, az alaplé az attól alaplé, hogy a csontokat megfőzzük, meg a halfejet, de aztán leszűrjük ezt a levet, és csak a tiszta lé marad, mindenfajta szálka nélkül. De ez egy nagyon tartalmas leves, gazdagító lé, és aztán az egész leves pedig egy ilyen hal nokedli színesíti meg, tudnék a halhúst, ami a csontokról lejön, vagy még hozzáfőzünk, ezt megtörve nyilával egy nokedli tésztába keverve egy nagyszerű kis halnokedlit kapunk, amely nagyon gazdagítja ezt a levest. Egyik kedvencem mondjuk, ha már kérdezte, és erre egy finom olasz rizling a Balatonról, ez aztán tényleg teljesíteszi az élményt. Hát én példákokért haltepertőnek vagyok az egyik legnagyobb hazai rajongója. Igen, nincs az a mennyiség, amit ne tudnék megenni belőle. És rásul, ha mennyire egészséges, tehát nem hízlal, tele van fehérjével, tele van foszforral, egy csodálatos étel. Mennyi egyébként a ragadozó halak aránya a Balaton, ezt lehet tudni? Én nem ehetek, tehát én csatpontja tehetek, mert ugye
nálunk ez csak az működik, de egyébként milyen ragadozó arányok alap arány? Hát, hogy pontos arányt mondjak, én nem vagyok halbiológus, ezt nem tudom megmondani, biztos, hogy a balatoni... De a horgászás közben azért tud valami... Hát ez a horgászás technikában attól függ, hogy mire megyünk. Igen. Tehát, hogyha mit akarunk fogni, hogy a horgász kitűzi a célt maga elé, keszeget fogok, ha sikerül, roncsot fogok, ha sikerül, balint fogok, hát ha sikerül, sukár fogok, nagyon-nagyon nehezen sikerül, süllőt fogok, ez talán kicsit gyakoribb, de ahogy is például a süllőz éjszaka kell kimenni a mély vízre, vagy legalábbis mélyebb vizeken tapogatózni. A süllőt kis hallal kell, vagy műcsalival megfogni. A pontyot azt legtöbbször valamilyen növényi táplálékkal, kukoricával régebben, most inkább bojlit szeretnek, vagy pufikat szeretnek használni a ponthorgászathoz. Tehát a horgászat is egy, nevezzük tudománynak talán, vagy valamilyen, de mindenképpen ismeretek sokasága, hiszen ha csak valaki kimegy a partra egy bottal, és megpróbál valamit, ez legtöbbször kudarchoz vezet, hiszen ismerni kell a horgászat módszereit, ismerni kell a halak járását. Ott kell tölteni egy időt, ami kitapasztalja az ember. Egyébként, ha már a személyesen kérdezett, én legtöbbet keszeget fogok, mert a stégről vagy a partról horgászom, legtöbbször fenekezős módszerrel, itt legtöbbször keszegek jönnek, ami csodálatos hal, egyik legfinomabb hal a Balatonban, vetekszik a süllővel vagy a pontyal a finomsága, hogyha jól készítjük el. De persze időnként persze fogtam már süllőt is, balint szeretek balinozni, ott a nyílt vizen, műcsalival vontatni a felszerelést, és arra rákap a balén, amely egy fogatlan ponty lényegében a balén. Mert igen, a balén a pontyfélék családjába tartozik, és miután nincsenek fogai, kénytelen rárontani az áldozatára, és beszippantja a nagy szájába, és így aztán benyeli ezt a műcsalit is, amely a horgokkal van ellátva, és de akkor a fogatlan ponty, akkor ugye, de nem ragadozó, vagy ragadozó? De ragadozó. A balén egy ragadozó hal, kis halakat eszik leginkább. Hm. Ezért azért mondtam, hogy ponty, hogy kicsit színesítsem a mondókámat, de igazából csak a ponyfélék családjába tartozik, tehát nem kifejezetten ponty, az egy másik faj természetesen. Nagyon tetszik nekem. Nagyon tetszik nekem. Sok sikert a megvalósításhoz. Én azt gondolom, hogy csináljuk azt, hogy biztassuk a nézőket egyrészt arra, hogy fogyasszanak halakat, hazai halakat. Nagyon így van. Mert nagyon széles kínálat van. Én abban bízom, hogy ha sok halat fogyasztunk, akkor azért az ára sem lesz magas, mert azért a boltba, mire a boltba eljut, azért az nem 3 forint. Vigyünk hozzá kultúrát körülmények között, jó minőségű borokat. Abszolút. A halak mellé együnk nagyon finom köreteket, mert azokat is kínálnak, és ne csak az év végén legyünk halászlét, bármikor, amikor csak tudunk. És nagyon sok sikert kívánok, és várom, hogy lesz-e még valami hasonló munkája a közeljövőben. Köszönöm a jó kívánságot, és én is jó szórakozást kívánok a könyvhöz, és jó megvalósítást mindannak, aki szereti. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni.